mit jelent önnek ez a hely? Hát ez... nem tudom, talán mindenem, egy hobbim, az életem, a... teljesen hozzám tartozik, tehát... augusztusában, tehát a Vidámpark megnyilása után augusztus 2-án hozták ide a mozdonyt, és augusztus 20-án nyílt meg a kis vasút. És azóta is ugyanezzel a három kocsival, és ugyanezzel a mozdonnyal üzemelünk. Ez egy C50-es típusú mozdony, de még azok között is ritkaság számba megy, ez az úgynevezett aszimmetrikus mozdony, amelyiknek az egyik oldala rövidebb, mint a másik. Általában mostani járművek már mind automatikával vannak felszerelve, itt még keményen, kuplongolni, sebességet váltani és kézifékkel fékezni ez a technika. Miről nevezetes a kisvasút? Hát ez az ország legrövidebb vonatja vagy vasútja. Arról nevezetes, a legkisebb. Óránként 3-4-szer fordulok. Hát ha utas van, akkor nagyon jó érzés, csak ha így, akkor egy kicsit unalmas. Értem, és mióta dolgozik itt, vagy mióta kezeli a kisvasút? 25 éve. Legjobb a kisgyerekeket szállítani, hozni, vinni. Ők a leghálásabb közönség, akik beöltöznek sapkákkal, zászlókkal, integetnek, végig mosolyogják a pályát. Az idei év ez ilyen túlélő évünk nekünk, mert a Vidámpark már évek óta megszűnt, az állatkertet most újítják fel. Tehát ebbe az évbe a kisvasutat le kellett volna, hogy állítsuk, mert nincs olyan közönség, ami akkora érdeklődés, ami eltartaná. De tanulva más példákból, akár a Vidámparkéból is, hogyha ezt egy évre most itt hagytuk volna, és nem üzemel, jövőre nem találtunk volna itt se sint, se garázs, se mozdony, se kocsikat.